Sajnos ismét egy borzalmas bűncselekmény kapcsán találkozunk. Ismét egy magyar embert, egy családapát, aki a gyerekeit egyedül nevelte, egy dolgos, szorgos embert veszítettünk el. Ő lett a cigánybűnözés újabb áldozata. Ismét egy magyar család, magyar gyerekek maradtak támasz nélkül, édesapa nélkül, ahogy az már annyiszor megtörtént ezelőtt is. Egy újabb olyan esettel állunk szemben, ahol a máskor oly vehemensen tiltakozó, külföldi finanszírozású civil szervezetek olyan nagyon tudják védeni a más vallásúakat és a más színes bőrűeket. Jelen pillanatban megint azt látjuk, hogy hallgatnak, nem nyilvánulnak meg, és újra azzal találkozunk, hogy a rendőrség szintén hallgat, sunnyog, és mindent megtesz azért, hogy ne tudjuk meg, hogy megint cigány ölt magyart. Az a helyzet, hogy mi nemzeti érzelmű emberek és a Mi Hazánk mozgalom tagjai tudjuk, és mégis újra és újra el kell mondanunk, hogy természetesen nem minden cigány bűnöző. Egy vékony réteg tanul, zenél, megpróbál normális életet élni. Igen, őket tisztelet kell, hogy övezze, tisztelet jár nekik. De ez azt jelenti, hogy nem mondhatjuk ki, hogy ez az ország már nem bír élni a cigánybűnözéstől, hogy tönkre teszi a mindennapjainkat a cigánybűnözés. Igenis ki kell mondani. Mint ahogy ki kell mondani azt is, hogy elég volt abból, hogy mindig elpróbálják túlsolni az ilyen ügyeket, hogy mindig félre próbálják vezetni a közvéleményt és a hétköznapi embereket. Én azt gondolom, hogy az az életforma, amelyet mintaként látnak a cigány gyerekek, hogy a börtönben kupálódnak ki a család nagyobb tagjai, a prostitúció, a drog, a gyilkosság a mindennapjaik része, és a kis cigány gyerek már tudja, hogy akkor raj a magyart öl. Ez elfogadhatatlan. Kérdezem én, hogy meddig tűrjük? Meddig tűrjük azt, hogy a magyar állam a magyar adófizetők pénzéből milliárdokkal támogatja azokat a bűnöző köröket, civil szervezetekként feltűnő cigány bűnözőkkel tele szervezeteket, amelyeket támogat. Meddig lehet ezt tovább csinálni? A belügyminiszter gyakorlatilag az egészségügy és az oktatás tönkretételével van elfoglalva, és a 12 éve esedékes rendet, amit megígért, azt még a mai napig nem sikerült megvalósítania. Az ügyészség és a bíróságok a bűnözők oldalán állnak. Ezt minden nap tapasztaljuk. A hétköznapi emberekkel szemben a bűnözőket védik. Elég csak arra gondolni, hogy a minap éppen pénzbüntetésben részesül az a két ásotthalmi mezőr, akik feladatukat teljesítve védik az országot, a határainkat, a magyar embert, és kötelességüket és feladatukat teljesítve azon találták magukat, hogy megbünteti őket a bíróság, de nem bünteti meg a betolakodó migránst, nem bünteti meg a betolakodó migránsokat szállító emberkereskedőket. Én azt gondolom, hogy ez nagyon elgondolkodtató, mint ahogy az is, az a kérdés is, hogy vajon, ha Budaházy György egy ajtó előtti szőnyeg felgyújtásáért 17 év börtönbüntetésre ítélteti, akkor hány év börtönbüntetés jár egy gyilkosságért? 117, és onnan soha ki ne jöjjön. Ez lenne a rend, a normalitás. Mit gondol a kormány, és mit gondol a tenyeréből csipegető választósereg, hogy meddig lesz érvényes ez a kegyelem rájuk nézve, ami szerint azt hiszik,
hogy őket örökké el fogja kerülni a cigánybűnözés. Ne higgyék, nem lesz ilyen, hogy örökké megússzák. Mit gondol Vác balliberális polgármestere, aki azzal van elfoglalva nap, mint nap, hogy a fiának a vállalkozásait, amelyik 60-70 éves fákat vág ki, tönkreteszi a helyi emberek, lakosok életterét, parkokat tesz tönkre a nagyobb haszon reményében, mit gondol, őt mikor fogja elérni a helyi cigánybűnözés? Nem tudom, hogy mit gondolnak, hogy meddig tűrjük mi magyar emberek. Azt hiszik, hogy nem fogjuk megvédeni a családainkat, a határainkat, a népünket? Ez nem így van. A Mi Hazánk mozgalom és a testvérszervezetei készen állnak arra, hogy megvédjük magunkat, és garantálom, hogy meg is fogjuk tenni. És tudjuk, hogy lesz közöttünk további, újabb áldozat. De a Jóisten mentsen meg minden gyilkost attól, hogy egyszer mi legyünk a vihar. Mert ez a mi hazánk. Köszönöm szépen!